Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. Idén is elindul a Fiatalok a kisgyermekes családokért adománygyűjtő akció. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének több helyi szervezete is csatlakozott a jótékonysági programhoz. Ma esti vendégem Benedek Szilvia, a NOE délalföldi régiójának vezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket. Jó napot kívánok! Idén már hagyományosnak mondható, hogy adománygyűjtő akciót hirdetett a NOE. Hogyan indult el a kezdetekben ez a kezdeményezés? A CBA üzlethálózattal vettük fel a kapcsolatot. Az Országos Egyesületben gondolkodtunk azon, hogy hogyan tudnánk segíteni azoknak a családoknak, akik kimondottan kicsi gyerekeket nevelnek. És így karácsony környékén jött az ötlet, hogy gyűjtsünk akkor fiatal önkéntesekkel. Így talán könnyebben tudjuk megszólítani majd azokat a vásárlókat, akiktől szívesen elfogadjuk az áruházakban az adományokat. Kik vesznek részt ebben a délalföldi régióban is? Hány egyesület található, és hányan csatlakoztak ehhez? A délalföldi régióban 16 egyesület van, ebből 4-5 egyesület az, ahol csatlakozás történt ehhez az akcióhoz, mivel eléggé elszórt területeken vannak a CBA üzletek, és eleve megjelölt üzletekben lehet gyűjteni. Mettől meddig és hány alkalommal tartják ezeket a gyűjtéseket, és pontosan hogyan kell elképzelni ilyet a gyakorlatban? Hogyan zajlik egy ilyen gyűjtés? Megkérünk fiatal önkénteseket, akik az áruházban fölveszik a kapcsolatot a vezetőkkel. Nyilván előzetes egyeztetés megtörténik, és plakátokkal, szórólapokkal mosolyogva fogadják a vásárlókat. Ez egy hétvégén keresztül fog történni. Milyen fiatalok segítenek? Egyesületbeliek vagy külsős önkéntesek esetleg részt vehetnek? Igen, mindenki mindenképpen jöhet segíteni. Elsősorban nyilván egyesületi tagokat szoktunk toborozni, de nagyon sok olyan fiatal van, akik az 50 órás szolgálatokat teljesítik ezáltal. Hogyan választják ki, hogy kikhez jusson el végül az adomány? Az egyesületi vezetők nagyon jól ismerik a családjaikat, és azon belül is ismerik azokat, akik tényleg kimondottan rászoruló családok. Ezért is van az, hogy a kampányban kihangsúlyozásra kerül, hogy a tartós élelmiszeren kívül legyenek pelenkák, illetve bébi ételek, olyan cikkek, amik kimondottan pici babáknak adható. Aki csatlakozni szeretne ehhez az adománygyűjtő akcióhoz, az hogyan teheti ezt meg? Milyen felületen, hol érheti el Önöket? Ez az akció, ez inkább az áruházakban, tehát a CBA áruházakban lesz elérhető, de a noe.hu oldalon részletesen tudnak róla olvasni. Főként milyen adományokról beszélünk, mit várnak elsősorban? Hát elsősorban tartós élelmiszereket, hiszen így az osztás is egyrészt higiénikusabb, könnyebb a megoldása, illetve ahogy elmondtam is, pelenkákat, babaápolási cikkeket, esetleg vegyi árut, olyat, mint mosószer, vagy tusfürdő, vagy éppen babasamponok, de tésztát, konzervet is szívesen fogadunk. Szó volt arról, hogy karácsony közelettével válik aktuálissá ez az egész adományozás. Mikor lesz esedékes a gyűjtés, és mikor kerül majd a kedvezményezettekhez a sok ajándék? Új akciónk is indul, illetve 16 éves hagyománya van már az Angyali Csomag Küldőszolgálatnak, ahol online felületen szintén a noe.hu oldalon tudnak a kedves angyalok csatlakozni ehhez az akcióhoz. Ez úgy néz ki, hogy vannak olyan családok, akik felajánlanak különböző segítséget, és ők hozzájuk rendeljük azokat a családokat, akik igazán rászorultak. Őket előzetesen kiválasztjuk az egyesületi vezetők segítségével, és közvetlenül kapcsoljuk őket össze, tehát mi akkor már nem vagyunk benne, kivonódunk belőle, és a családnak lehetősége van akár személyesen elvinni, eljuttatni a családhoz az adományt, illetve névtelenül is postán el tudja juttatni nekik. Beszéljünk egy kicsit magáról az egyesületről. Mit jelent a nagy család, mint fogalom?
Nagy családosoknak nevezzük azokat, akik három vagy több gyermeket nevelnek, vagy neveltek fel. Természetesen vannak olyan családok, akik kevesebb gyermekkel is csatlakoznak az egyesületekhez, őket pártolótagnak hívjuk, ők azok, akik az eszmeiségért csatlakoznak hozzánk. Miben tud segíteni az Egyesület? Miért fontos egyáltalán a mai világban, hogy a gyermekeket nevelő szülők ilyen szervezett formában is segítséget kapjanak? Elsősorban nálunk a közösségépítés az, ami nagyon fontos, a közös élmények megélése, illetve hát az érdekképviselet, ami által hirdetjük a nagycsaládosság fontosságát, a gyermekekért érzett felelősséget, hiszen a jövő generációjának nagy részét a nagycsaládosok nevelik. Azt már korábban is említette, hogy három gyerek szükséges ahhoz, hogy valaki az Egyesülethez csatlakozzon, vagy hát valamikor így volt. Mi most a feltétele a csatlakozásnak? Gyakorlatilag köszönjük, hogyha a három gyerekkel is tudnak, illetve több gyermekkel csatlakozni, de feltétel egy adategyeztető lap, illetve egy belépési nyilatkozat kitöltése, és egyesületenként meghatározott tagdíjak. Ez az egyesületeknek saját joga eldönteni, hogy mennyi az éves tagdíjuk. És térjünk el egy kicsit konkrétabban a tevékenységeikre. Most ugye az adománygyűjtés apropóján kezdtük a beszélgetést, de egész évre tekintettel milyen programokról tud beszámolni? Nagyon sok családi napunk van, kezdve az országos rendezvényekkel, de itt a délalföldi régióban is szinte minden egyesület, a 16 egyesületben megtartja a saját születésnapját. Az idén nagyon jó kis események voltak, hiszen több egyesületünknek is volt 25-30 éves megalakulási évfordulója. Illetve vannak tréningek, képzések az önkénteseinknek, kirándulások, és szervezett egyéb olyan programok, amik helyiek is, de az országos rendezvényekről említhetem az őszi találkozókat, illetve a családkongresszusunk volt az idén, karácsonyi rendezvényeket szoktunk, egyéb színházlátogatások és különböző ilyen tematikus programok, amik az ünnepi körhöz tartoznak. Hogyha visszanézzük akár egy vagy két generációval ezelőtt, még nem volt kirívó, hogyha valaki három, négy, öt vagy több, még több gyermeket nevelt, most pedig a három gyermek is már nagy családosnak számít. Ön hogyan látja a mai világban, valóban nehéz boldogulni több gyermekkel? Én azt gondolom, hogy nekünk ugye a jelszavunk az, hogy minden nagy család az első gyerekkel kezdődik. Én úgy gondolom, hogy nem ró nagyobb feladatot a szülőkre, bár a mai fiataloknál már sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a karrier az elsőbséget élvez, mint a gyermeknevelés. De nyilván ez a mostani hajszolt világnak milyen kicsit hozománya, ahogy kevesebben vállalnak több gyermeket. Hamarosan itt van az advent és a karácsony, hogyan készülnek erre az időszakra? Adventi kézműves foglalkozással mindenképpen, tehát szinte minden egyesületben elkészíthetik a családok a saját kis adventi koszorújukat, ajtódíszüket, illetve családi napok szerveződnek, karácsonyi rendezvények, amikor egy kis műsort készítünk, illetve ilyenkor évvégére mindig koncentráltan próbálunk egy nagyobb ajándékcsomagot összeállítani a családoknak, ebben is segítve őket a karácsony körüli bevásárlásokban, illetve hogy mindenkinek jusson azért a fa alá valamiféle kis ajándék. Benedek Szilviának én köszönöm a beszélgetést, és további hasznos munkát kívánok. Köszönöm szépen. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!